A jó Isten mindig megad mindent. Olyan szinten mindig is hittem ebben, hogy nem is idegesítettem sosem magamat ilyen pénzdolgokon, ez komolyan mondom. Amin volt, azt eltapsoltam, én tiszta lelkiismeretem, rendes rock'n'roll zenész vagyok, soha nem volt tartalék pénze. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Taníts egy Ficsit legújabb része. És hogyha eddig bármikor is szuperlatívuszokban beszéltem bárkiről, tehát hogy a legdurvább, a legvirtuózabb, a legbármibb, na azt most mindenki szorozza meg 5 milliószor. Mert tehát, hogy egy az, hogy mert Ferenci Gyuri, nyilván nem kell bemutatni, de hogy nekem a Gyuri tényleg egy akkora ikon, egy olyan, te vagy maga a zene nekem, és most kitaláltam egy szlogent, hogy minden zenekarban egy Ferenci Gyurit, mert szerintem a parlamentben. De minden zenekarnak sokkal jobb lenne, hogyha lenne egy ilyen ember benne, aki ennyire pozitív, itt beszélgetünk nyilván már itt a felvétel előtt, és hát hihetetlenül ömlik belőled a zeneiség, meg a kedvesség, meg minden, úgyhogy elképesztően köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, hatalmas megtiszteltetés. Köszönöm szépen én is a meghívást, meg nem vagyok gitáros. Köszönöm. De majd meglátjátok, hogy milyen lesz a Ficsi, és hát annyit tudok, hogy gitáron lesz. Igen. Igen. Jó. Kezdjük is el. Gyuri, itt az elején ilyen vicceskedősebb dolgokkal szoktunk kezdeni. Van egy olyan játékom, hogy igaz vagy hamis. Egy történetet kell elmesélned, amit vagy most találtál ki, vagy megtörtént, de olyan hihetetlen, hogy nehéz elképzelni, hogy ez valójában megtörtént, és a végén nekem kell eldöntenem, hogy ez tényleg megtörtént-e, vagy csak kitaláltad. Júj, figyelj, ezekkel a történetekkel mindig az a baj, mert hogy sajnos igazak. Nem tudom, miről beszéljek, mert a történetek azok este 6 után kezdődnek az életembe. És van, amikor már világos van, amikor befejeződnek. Én nem is tudom, hogy miről lehetne beszélni. Bármiről. Eszembe jutott egy régen én játszottam egy Rodeo nevű zenekarba, ez a 80-as évek végétől. Ez egy bluegrass zenekar volt, ilyen epelet-csecsikből bányászenét muzsikáltunk, és nagyon profi volt a zenekar, embertelen jó kis banda volt. Mindegy, ez egy jól működő zenekar volt külföldön. És jártunk kint, és egyszer úgy jártam, hogy fölébredek reggel, és egy vadidegen sátorban vagyok, mindenem tiszta vörösbor, és csak az egyik csizmám van meg. Új, gondoltam magamba. Nagyon meleg volt, már elkezdtem magam emlő érezni, elmondom, kimegyek. Hát lássuk, mi fog történni, de őszintén szóval seképp fogalmam sem volt semmiről. Kimegyek, látom, hogy a stábbüfé hátam mögött vagyok, ez Hóenekben volt, ez Szentpölten mellett egy ilyen régi Monte Cuccoli várom, és ott voltak embertelen ilyen nemzetközi country fesztivál amerikai bandákkal. És ebben az évben meghívott egy San Antonióból, egy öregekből álló Texas Swing zenekar volt. Sajnos előző este lemaradtam róla, mert annyira szórakoztunk, hogy nem volt meg, hogy mik történtek. Hát így ebben a felszerelésben mondom, szedjük össze a cuccokat, tehát legalább a fél csizmámat találjam már meg, vagy valami. Így félve így kimentem így a stábbüfé oldalára, és ott ültek a zenészek, több nemzetiség képviseltette magát, orosz hússalát, stb. Most ül ott mindenki, és egyszer csak így megfordulnak, így abban marad a beszélgetés, és így elkezd mindenki tapsolni. Tudod, atya úristen, mit csináltam? Hát képzeld el, azt csináltam, hogy elgurult a gyógyszer, elkezdtünk szórakozni rendesen, igazi jó Woodstocki módon elkezdtünk így ott rock'n'rollozni. Mint kiderült, fölmentem a texasi zenekarhoz jamelni. Ne. De. Szó nélkül? Szó nélkül. Nóta közben megjelentem a texasi bandánál. Ott ültek ők is, egyébként az öregek. És ők is tapsoltak. És utána mesélték, hogy az volt, hogy és onnantól kezdve, hogy fölmentem, onnantól kezdve az öregek már nem is engedtek le, végig muzsikáltam velük a koncertet, de úgyhogy már hegedültem is meg minden. Ilyen embertelen, yes. Embertelen jam session. Letettek elém egy újságot, Szentpöltener Kurier, vagy nem tudod, valami ilyen izé. És volt egy két oldalas cikk a Country Fesztiválról, abból volt egy oldal a texasi zenekar, abból volt fél oldal a jam session. Megcsináltad a sót. Megcsináltam a sót, de figyelj, de úgy, hogy képzeld el, hogy utána az öregek, azok elvittek, és úgy volt, hogy mi jövő hét pénteken, következő pénteken muzsikáltunk utoljára, ez vasárnap reggel volt, és ők meg turnéba voltak, úgyhogy én hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön az ő buszukba utazva velük turnéztem 4 bulit Gánzsiért.
És megtanítottak az öregek közben hegedűpiköp állítástól kezdve egy csomó mindenre, meg a buszba is muzsikáltunk, mert valamiért úgy megszerettek, olyan gátlástalan idióta voltak. Azt mondták az öregek, hogy, hogy te annyira texasi vagy gyerek, mondták nekem akkor, és így kérdezed, hogy így muzsikáltam velük 4 napot utána. Azt. És ez csak egy a kevésbé hihető történeteim közül. Igen, tehát hogyha az elején nem mondod el, hogy igaz, akkor szerintem lettek volna olyan részek, ami azt gondolom, hogy... De hát ez ilyen. És sajnos, hibátlan. Akik ismertek fiatalkoromban... Sajnos, hát ezek a legjobb igen, dolgok. Hát így tudják, hogy teljes nehezen kezelhető srác voltam eléggé. De, jó. Oké. Okay. Van egy, hát egy elég szemét játék. Ja, és hát azt el kell mondani, hogy... Nagyon nagy szerencse történt, mert én azt terveztem, hogy Gyuri majd a Ficsiét nekem szájharmonikán is tanítsa meg, ezért vettem egy szájharmonikát. De olyan szempontból ez jó is volt, mert ugye elfelejtettél hozni szájharmonikát. Hát, másodszor fordul vele életem, hogy szájharmonika. Nem baj, de azt Gyuri gitározni is tud, és hát vállalta, hogy belemegy ebbe az improvizálós játékba, ahol egy eszméletlen, borzasztó, tőle totálisan idegen alapot berakok, meghallgatod egyszer, utána egy kis szület, és már kell túrni kell rá, ami eszébe jut. Oké, elindítom a felvételt. Oké. Jó. Indul a felvétel. És hát... kíváncsi vagyok. Most még nem kell. Ja, jó, oké. Jó, figyelj. És ennyi lesz, és akkor most... Most van az átgondolási idő, megtaláltad a hangnemet, és akkor figyelj, mert... Egy másodperc, ezt mondjam. Oké. Okay. Úgy vagyunk, hogy... Oké. Okay. Kezdődik. Mert. Se díszbe, se éjjben nem lehet rá muzsikálni, mert igen, folytában... folyamatosan... Persze, folyamatosan lép. De... Semmi ez. Persze, hát ez a baj. Ezzel az egészen ez a baj, igen, egyébként. Tudom, de ez nem baj, minden tökéletes. Aki nem akar zenét hallgatni, az menjen ilyen bulikra. Ha már a kezedben van a gitár, akkor van még egy játékom. Jöhet. Ez a... Mondd el a hangszeren. Igaziból az a dolgot, hogy én mondok egy szituációt, és az a kapcsolatos érzéseidet a gitáron kell kifejezni. Okay. Bármit csinálsz, kiúszhatod a kábelt, szétizélheted az egész. Csak az a lényeg, hogy nem szabad beszélni, csak a gitáron mondani. Oké, okay, tehát ez a szituáció, 3 lesz egymás után. Ez a szituáció, hogy 5-ösöd lett a lottón. A szűkített a végén kifejezi az abszolút bizakodást. Kiderült, hogy ez 6-os lotta, és még rajtad kívül 40-en nyertek. Oké, viszont nehezítek egyet. Az utolsót a szájharmonikával kell elmesélni. Oké, de nagyon szívesen. És az legutolsó, hogy ráadásul észrevetted, hogy ez egy egyéves szelvény volt. Akkor figyeld, de ez a legegyszerűbb, mert csak blues kell játszani. Te szöveget is lehet ám erre írni. Nyertem a lottón. A 6-oson. Miközben ültem a 4-es, 6-oson. Aztán néztem, hogy más is nyert, basszus. Ráadásul a szelvény 1 éves. Én meg egy nyeretlen 2 éves. Hát figyelj, ez Isten is, a témát Isten is erre teremtette. Lotto blues. Ja, következő kis témaköröm, az mindig a villám kérdése. Igen? Gyorsan kérdezek, te gyorsan válaszolsz, amennyire lehet. Muszáj egyet választani. Direkt nehéz párokat raktam össze, de valamelyiket muszáj. Szóval tehetség vagy szorgalom? Is. Olyan nincs. Tehetség. És bizalom a jó Istenben, hogy ad szorgalmat is. Igen. Yeah. Mollos vagy dúros?
Romáknál mólos, gádzsoknál dúros. Magyar vagy amerikai népzene? Magyar népzene mindenképpen, világlátással párosul. Jó kivágod magad. Muszáj. Muszáj. Klubbuli vagy nagy koncert? Nagy színpadon klubbuli. Yes. Ebből már most muszáj választani, hogy ketchup vagy mustár? Mustár. Jó. Pálinka vagy whisky? Pálinka. Tele vagy Strat? Tele. Pfizer vagy Moderna? Astra. Rázva vagy keverve? Semmi értelme. Rázva. Yes. Yeah, shake it, baby. Figyelj, mérleg vagyok, nem tudok így. Tehát nem tudom, hogy vagy ez vagy az. Ez így úgy vagy, úgy, hogy az így vagy úgy. Két éves interjú volt talán, amit láttam veled valamelyik talán tévében, és ott beszéltél a tetkóidról, és ott azt mondtad, hogy lesz még olyan tetkót, hogy mindennek dacára, és nekem te ne. És hogy ezek elkészültek már? Ezek még nem készültek el, de most június 10-valahanyadikán készül. Tényleg? Igen. Yes. Most van a következő dátum. Király, akkor tényleg lesz. Abszolút. Hát mindennek dacára, ez abszolút. Hát nézzetek rám, hát figyelj. Mihalik Viktorra szoktuk ezt mondani, hogy mindennek dacára. És a nekem te ne? A nekem te ne pedig általános magyar jelmondat. Hát ezt ebben az országban nem hiszem, hogy bárkinek is magyarázni kellene. Vagy van az udvariasabb formája, nekem ön, egyáltalán ne. Igen. Szép. Mi volt az a legutolsó zene, amit addig nem ismertél, de így azt mondtad rá, azt az uram, Isten, ez hibátlan. Meg kell nézni a telefonomat, mert annyira friss, hogy nem tudom még az előadónak a nevét. Igen, hova tettem? Mindjárt megmondom. Azt mondja, hogy az anyját hol van. Jaj, de nem. Akkor én mondom, akkor Larry Cordell, azt tudom. Igen. Hogy még egyszer? Larry Cordell. Nem hallottam. Larry Cordell. Ő egy Kentucky zeneszerző énekes, aki az Alan Jacksonnak meg a George Straitnek írja a dalait, a legnagyobb ilyen bölényeknek írja a dalait, aha. Viszont ő maga, saját maga is szerző, és embertelen zenekara van. És ő volt ebbe az út, mint a legutolsó három évben a személyes találkozás, ami annyira mellbevágott, hogy azóta olyan rajongó vagyok, hogy... Én találkoztatok is. Igen, meg muzsikáltunk együtt, és elkezdtem hallgatni a dolgait. Figyelj, a világ legszebb éneklése olyan dalokkal, én nem tudom, nekem nagyon betalált. És ezt tudom mondani, mert van egy Give Me Jesus című gospel, amit ő ért és énekel, és attól a sírok, zokogok, nem merem betenni a kocsiba, mert félre kell. Megy a műsor. De nagyon szeretem. Larry Cordell. Jó. Igen. Mindenki meg fogja hallgatni, nagyon-nagyon remélem. Nem akarok erről beszélni, és egy szavas választ várok, de a dalt azt meg kell kérdeznem, és csak egyetlen kérdésem lesz, hogy az nyerte, akire te az elején gondoltál, amikor végighallgattad az összes... A dalba? Igen. Gondolod? Nem. Nyilván tudjuk, hogy hegedülsz, nyilván tudjuk, hogy harmonikálsz, de... vagy harmonikázol, vagy nem? Mindegy, mind a két szó tökéletesen. Jó, akkor... Teljesen jó mind a kettő. Gitározol is, meg basszusgitározol is, hogy ugyanazokat játszod-e mindegyik hangszeren, vagy pont azért kezdtél el újakat megtanulni, hogy más dolgokat is felfedez, és beépítsd a többi hangszeren való játékot. Ez egy embertelen jó kérdés, mert ugye nyilván az ember azért kezdi el, hogy bővítse a tudását. Én nagyon hamar elkezdtem gitározni is, basszgitározni is, és nagyon szeretek mind a két hangszeren játszani. Például össze van keveredve nálam teljes mértékben a dolog most már. Tehát azért nem lehet exakt választ adni erre a kérdésre, mert szájharmonikán gitározok és hegedülök. Hegedűn gitározok. Tehát amikor hegedülök blues, csak gitáros fikcsiket játszok. Csak alap blues fikcsiket muzsikálok. Bocs, hogy itt megállítom, csak a fikcsi szót sokan nem szerettétek, meg nem értettétek. A Gyuri viszont most kétszer is használta magától, úgyhogy ettől kezdve azt hiszem, hogy legitim. Bocsi. És plusz még egy-két, most bejött egy-két olyan dolog a népzenéből, bejött egy-két történet a harmonikázásba is, de a harmonikázásra érvényes, mert az azon vonózenét játszok egyébként ja, is. Ja, ja, ja. De a hegedülésbe oda bejött egy-két olyan íz, meg olyan hangindítás, meg olyan frazír, ami vonós, de alapból én a hegedűn szintiszta blues-t játszok. Aha. Gitározni, az direkt a blues miatt kezdtem el. Egyrészt kísérni szerettem volna rendesen megtanulni, amit nagyon fontosnak tartok, másrészt meg vannak bizonyos fikcsik, amik nekem kellett az eredeti közeg hozzá. Tehát én harmonikán játszom ezt a figurát, ezt a...
hát ezt nekem meg kell tanulnom gitáron, mert ugye én nekem soha nem voltak harmonikás zeneim fiatalkoromban, egyáltalán nem is ismertem egyet se, és ezért én viszont gitárosokat hallgattam, tehát én szájharmonikán azért gitározom. Tibuszt hallgattam, Hendrixet, meg Stevie Ray Vaughan, meg Led Zeppelin, meg AC/DC-t. Én ezeket a dolgokat tanultam meg harmonikán, és utána iszonyatos hamar elkezdett érdekelni az, hogy ez vajon gitáron hogyan szólalhat meg, de én soha egy percig nem akartam gitáros lenni. Tehát ott a Büdiszili, tudod, persze, a Szilárd, persze. A Szilárd embertelen tehetséges harmonikás, amellett most már nagyon jó gitározik, basszus gitározik meg mindig. Ő beleesett ugyanebbe, de ő átváltozott gitárossá. Tehát ő neki ment tovább. Tehát például is, mert a Hudák Zsófi, nagybőgős. Hát ő nagybőgős lett, mert ugye az van, hogy a harmonikán be vannak határolva viszonylag a technikai lehetőségek elsőre. És sokan tovább lépnek ebből, elkezdenek egy komolyabb hangszerrel játszani, nekik az az útjuk. Én nekem úgy lett meg a gitár és meg a basszusgitár, hogy én soha egyetlen egy percig nem akartam basszusgitáros vagy gitáros lenni. Csak egyszerűen imádom ezt a két hangszert, de a nagybőgőt is imádom, bőgőm is van, bőgőzni is megtanultam viszonylag, mert a ritmus szekció nekem egy hangszer, tehát nem kettő, nem három, hanem de egy. Hogy most igen, most azokat azt mondtad nagyjából, hogy keveredik az egész, de hogy volt olyan, ami, hogy mondjuk ami már előtte tudtál szájharmonikán dolgozni, és csak azon tudtál, azt átvitted, pontosan, kipróbálni. Volt, nagyon sok olyan volt. Hát nagyon sok olyan volt, és aztán utána a gitár specifikumból, ugye a hegedű után ez nagyon-nagyon jól átjárható dolog, mert a hegedű annyira nehéz, hogy utána a többi hangszert viszonylag könnyebben megtanulod, és nekem sose okozott a kétfajta hangolás se problémát, tehát egyik pillanatra a másikra tudok váltani. Aha. Mindig azt csinálom, hogy a zenekarban állunk most már mindenki szerző, de hogyha én vagyok a szerző, én mindig úgy csinálom, hogy kibérlek egy stúdiót, legtöbbször megyek a Mackó Robi barátomhoz Pécsre, lemegyek három napra, és éjjel-nappal muzsikálunk. Aha. Akkor viszek magammal minden hangszert, és bassgitárt, gitárt, harmonikát, és akkor loopválogatás, és akkor a demón minden hangszert én játszom fel, és ezt már nagyon régóta csinálom, de pontosan ezért is tanultam meg. Mert akkor belülről ismerem a saját dalomat, nem pedig azt mondom, hogy figyelj, öcsém, te ott az úgy játszod, mint a 63-ban ne úgy játszod, hanem konkrétan meg tudom mondani, hogy mit játszál. Tehát az, hogy tudod például ugye én mindig mondom, hogy nálam a James Brown féle hangszerelés az alap, tehát hogy tehát hogyha tudod a fixit, ezt, akkor tudod azt is, hogy a lábdob hova üt. Érted? Akkor tudod a ritmusképet tökéletesen belülről, és akkor alulról el tudsz kezdeni építkezni, és nekem ez nagyon fontos. A harmonikán nekem semmi esélyem nem lenne, hogyha ezeket a dolgokat nem tudnám saját magam meghangszerelni, mert a hangszer maga, ugye ahogy mondtam, hogy megvan a riffköröd, az megvan, mint a 20 éves korodra kialakul az alap riffköröd, utána az már nehezebben bővül, de lassú tempóval. Nem tudsz megújulni, és megunod a hangszert. Ez az oka annak, hogy sokan tovább lépnek komolyabb hangszerekre. Én meg azt mondtam, hogy én meg megpróbálok megtanulni a hangszereken, és mindig más zenei környezetet teremteni, kvázi ugyanaz alá a szájharmonikázás alá. Ez addig a pillanatig volt így, amíg a Kovács Zombor föl nem találta a kromatikus blues harmonikát, és azzal most már az összes vonószene jöhet befele. A Kovács Zombor nevű barátom épít. Egy magyar srác. Ő építi nekem a szájharmonikákat, ezek kromatikus blues harmonikák, és a teljes vonós kincset át lehet blues harmonikára ültetni, ami azért fontos, ez kromatikus harmonikán ideig is meg tudta csinálni, csak ez nem az én hangszerem. Igen. Én blues harmonikás vagyok, mert abban van meg az a vadság, ami... abban van meg az a dög, amit én szeretek. Yeah. Szóval én ehhez vonzódok, én erőpárti vagyok a muzsikában. Akkor lehetsz te elegáns is, meg lehetsz finom is, de hogyha erőtlen vagy, akkor csak egyfajtát tudsz, szépen elketyeksz valahogy, aztán utána ezért többiek meg érted. Én nem így muzsikálok. Én meghalok bele. És pont ez a titka annak, hogy azért a hangszereken is azért tanulok meg. És gyakorlok napi rendszerességgel minden hangszeren, mert ennyire érdekel. És tehát minden átmegy utána ebbe. Aha. Plusz ugye tudok dalt írni és hangszerelni, ami viszont óriási dolog szerintem. Én imádom. Van-e olyan zenei stílus vagy dal, amit nem gondolnánk rólad, hogy te szeretsz? Ami csak így inkább így otthon egyedül
Nem, szerintem nincs. Nincs. Nem, a muzsikánkban megjelenik minden, amit szeretünk, és ez, teljesen gátlástalan vagyok ebből. Én olyan cigányzene blokkot játszottam a Rackával, írtam nótát a járókának az emlékére, meg mit tudom én, tudod, azt még a romák se írtak, én viszont írtam. Mert én nagyon szerettem mind a két járókát, és annyiban muzsikáltam is a kisebbikkel többször is, és nagyon szerettem, és nincs róla a nóta, én meg írtam róla a nótát. Tehát nincs olyan zene, amit én, ha valamit szeretek, az megy ki a muzsikámba azonnal. Hallottam egy ilyen sztorit, hogy annyira szeretné volna játszani a Tibusszal, a Tátrai Tibusszal, hogy ki nem. Folyamatosan, hogy így akaratoskodta, hogy felmenjen a színpadra egy jammeléskor. És hát ez azért nem egészen így volt, mert velük nem lehetett akaratoskodni, nagyon kemény férfiak voltak ők. Figyelj, én az ő gitározásán lettem szólista, és ezt, én iszonyatosan örülök neki, mert ezért nem tipikus harmonikás dolgokat játszok, és nem is úgy kezelem a hangszert. Nagyon sokat jártunk óborát. Először 12 éves koromban szöktem el óbora Erzsébeten. Szóval, ó, figyelj, mondom, Tibusz Póka, tudod, de komplett lokomotív zenekar, később Tóth János Rudolf, Török bácsi, mindenképpen Pinyó bácsi, Németh Karcsi, tudod, a minizenekar, és a P-Bog zenekar, szóval nekem ebből a szempontból, ezt mindjárt elmesélem a Tibusz sztorit, csak hogy lehessen érteni, hogy miért. Hogy nagyon hamar bekerültem ebbe a körbe, mert a P-Bog zenekarnak ródoltam 17-18 éves koromban is, és volt szerencsém a Samunak a gitárján, gyakoroltam éjszakánként, meg a Zsöcinek a Music Man-jén tanultam basszusgitározni a legelején. És ezért nagyon meg voltam én már fertőzve nagyon korán, és ugye jártunk hóbóra, és a Tibusz az meg, Tibusz Póka lépesmész, tehát az nem, ott nem volt mese. A két palit meghallottam muzsikálni, és én bármit megadtam volna, bármit megcsináltam volna, hogy muzsikálsak hát, felük. Nem csodálom. És akkor voltam már körülbelül egy 20 éves, és zenekarokban játszottunk, mert jó bandáink voltak meg minden, mert S-Model zenekar volt meg, szóval tényleg jó zenekarink voltak. És egyszer összeszedtem minden bátorságomat, és kommentem, mondtam a Tibusznak, hogy szünetbe a Lágymányosiba, hogy ne haragudj már, hogy mondom, nem ismertek meg mindent, de mondom, harmonikázok egy nótát, ha könyörög, hadd játszak már egy nótát. Na és akkor elkezdtek muzsikálni, és akkor a gyerek is gyerek, tudod, fölhívott. És akkor becsuktam a szememet, mondom, itt most az egész életem eldől, mondom, az anyja, egyszerűen csak itt nem érdekel, vagyok, ha itt halljak meg a szín, nem érdekel, megölettem magam, de ezt akkor is elmuzsikálok. Na és akkor bementem középre, terpesz, szem, becsuk, őrült kukorékolástól a hangszerem, mindent, és kinyitom a szemem, és egy centire a fejemtől a cápa szeme így néz a Tátrainak, tudod, így néz, és így vigyorog meg, anyám, azt hittem a mennyországban vagyok, te öcsém. És olyan volt, én a mai napig így vagyok a Tibusszal, vele muzsikálok, két hétre föltölt elektromos árammal. Olyan érzés, és mindig is ez volt. És nagyon-nagyon megtanultam, én nekem a legnagyobb szólista példaképem. Tehát a hangszer komolyan vétel, gyakorlás, a koncert, a színpadra történő belépés, az nem ott kezdődik, amikor föllépsz a színpadra, hanem reggel, amikor fölébred. Ez ilyen szamuráj követelményrendszer. Tehát ebből a szempontból én nem Tibusz kopi akarok lenni, és viszont az ő hozzáállása a muzsikához, és a zenei világa, a gyakorlás, a tudatosság, meg minden, az abszolút, abszolút 100%-os példa előttem a mai napig. És az a nagyon nagy áldás ebbe, hogy tudod, egy csomó gyerekkori, meg fiatalkori példaképünkbe csalódtunk. Hát bennük nem. Tehát bennük nem. Azok az emberek, akiket én itt az előbb felsoroltam, a mai napig elmehetsz, a mai napig bemuzsikál az asztal alá bárkit, bármelyikük. Tehát menj el egy bulira, hallgass meg a Török bácsi, hogy állítja fel az embereket a második nótára az asztaltól a mai napig, vagy a Németh Karcsi milyen okos, gyönyörű szólókat játszik, és itt egyébként az ő személyében össze is kapcsolódik az, hogy tudod, szeretem a népzenét, cigányzenét, meg minden, az ő édesapja egy nagyon-nagyon híres címbalmos volt, és marha érdekes ez az egész. Szóval ez a Tibuszos sztori, és én mondom, én bármit megcsináltam volna, eszembe se jutott volna pénzt kérni, vagy valami, én menni akartam velük muzsikálni. Igen. És szerencsére nagyon, hál' Istennek, ők is megszerettek engem, és nagyon sokat vittek. Ez azt jelenti, hogy iszonyú sokat tudtam tőlük tanulni a zenekarozásról. Hát a Pókától, meg a Török bácsitól, meg a zenekarvezetést is pluszban még meg lehetett tanulni. Plusz még azt hadd mondjam el, hogy a Török Ádám és a Póka Egon nélkül nem lett volna a 90-es évek blues hullámja, mert ők nem eltaposták a fiatalokat, hanem az egész országban a saját kapcsolatrendszerükben mindenhova körbeajánlottak minket, nem csak mai minket, napig az összes abszolút, bandát. Az összes bandát. Tehát ennél Kossuth díjat nekik, Tibusz szerencsére most megkapta, igen, de Póka Egonnak és Török Ádámnak Kossuth díjat, mert nélkülük a mi fiatalkorunk az nem sikerült volna így, az biztos. Én ezeket istenként tisztelem, ezeket az öregeket. Yeah.
Ezután nehéz megszólalni. Mit mondjunk először? Ha bárhová mehetnél térben és időben, és egy koncertre mehetnél megnézni, és utána azonnal vissza is jönnél a jelenbe, akkor melyik koncertet választanád? Az első Band of Gypsy-t. A legelső Band of Gypsy-t, azt a legelső koncertet, amikor először kiálltak a színpadon. Én azt nagyon megnézném. Valamint mennék Paganinire és Liszt Ferencre mindenképpen. Aha. A Liszt Ferencre szintén az elsők között. Tehát, milyen lehetett? Egy Liszt Chopin közösen Párizsba. Igen. Kis abszintozással, kis ezzel azzal, tudod? Ujjajaj. Ha végtelen pénzed lenne, akkor milyen hangszert vennél? Vagy mi az, amire úgy érzed, hogy szükséged lenne most, de nincsen? Semmire. Semmi? Megvan mindenem, hála Jóistennek. Mindig is megvolt mindenem nekem. Nekem mindig megvolt mindenem. Mindig. Nem is érdekel. Hát ez a része sose. Így is több van. De tényleg. De hát esküszöm. Most fiam, bármit mondhatnék, de nincs semmi. Fiam, amennyire tudok gitározni, annál jobb gitárom van. Tehát most érted? Amennyire tudok hegedülni, annál jobb hegedűm van. A harmonikázni, az hála jó Istennek, az a fő hangszerem, azon én a világ legjobb hangszerén játszom, amit egy magyar srác épít, és mondom, hál' Istennek, ráadásul nem az van, hogy New Jersey-be építenek valami csoda cuccot, és három hónapig, hanem itt beülök a kocsiba, és a Kamponnánál ott lakik a barátom, aki a világ legjobb hangszerét építi. Aha. Tehát nekem semmi más nem kell. És mindig, a jó Isten mindig megad mindent. Én olyan szinten mindig is hittem ebből, hogy nem is idegesítettem sosem magamat ilyen pénzdolgokon, ez komolyan mondom. Amin volt, azt eltapsoltam, én tiszta a lelkismeretem, rendes rock'n'roll zenész vagyok, soha nem volt tartalék pénzem. Karanténba se, ne aggódj. És nem aggódj. És figyelj, 0 forinttal, esküszöm, 0 forinttal mentünk bele a karanténba, én és a banda. Aha. És figyelj, senkinek nem lett semmi baja. Hál' Istennek. Úristen, vigyázz ránk. Van-e olyan magyar zenész, de hogyha magyar nincs, akkor külföldit is mondhatsz, aki él, és még nem játszottál vele, és szívesen játszana. Magyar zenészek közül óriási áldás, megint csak ezt tudom mondani, hogy akivel szerettem volna muzsikálni, mindenkivel muzsikáltam. És én így inkább úgy mondanám neked, hogy nagyon szeretnék fiatalokkal muzsikálni minél többet. Az hál' Istennek az is működik nagyon-nagyon jól. De én azt tartom igazán fontosnak. Az az aranykor, amiben nekem gyerekkoromban részem volt zeneileg, az a teljes felszabadultság, a rendszerváltásnak az időszaka, az a 4-5 év, az olyan szintű kapcsolatot épített föl a között, a két generáció között, amit egyszerűen nem is kezdek el téríteni ezzel, mert nincs értelme. Tehát az egyszer volt a történelemben, még egyszer nem lesz. Igen. És itt inkább az a fontos, hogy a fiatalok szeressenek velünk muzsikálni. Ez a nagyon fontos. Ezt tartom igazán fontos. Szerintem szeretnek. Külföldiek közül pedig, figyelj, kijárunk Amerikába lemezt felvenni, most nem, esküszöm, megint nem izéből, nem tevőzésből mondom, de figyelj, nem tudunk úgy kimenni, hogy valami világsztárral haverkodjunk. Esküszöm most, de még most ki sem mentünk, és a Jeff Coffin muzsikál most a lemezünkön, és nem tevőzésből mondom, de most még ki sem mentünk, tudod? Ez nem tőlünk függ, valahogy ezt bevonzuk. De például, amikor kint voltunk Algírba muzsikálni, akkor Algírba olyan sikerünk volt, hogy az öltözőbe beküldtek a Tuareg barátaink egy ilyen deputációt, hogy hú, hát ez mennyire jó ez a zene, nincs kedvetek holnap eljönni egy stúdióba, mert akkor behozzuk a sivatagból a népzenészeket. És mondtuk, hogy de, és másnap odaállt két busz a konzulátus elé, és ilyen kísérettelen, mert ugye kiárás, hogy ahol van kőkemény a hely, és ilyen rendőri meg minden kísérett, elvittek minket a stúdióba, és 15 perc múlva muzsikáltunk a helyi zenészekkel, és mindezért semmit nem tettünk, csak egész életünkben gyakoroltunk, és 10x éven keresztül brutál kegyetlen próbálás, meg minden. Tehát gyakorlatilag csak a dolgodat végzed, és a többi az már úgyse tőled függ, az megkapod a jó Istentől, én nagyon hiszek ebben. Ez egy indokolatlan egy élet, amit én élek, ez a helyzet. Teljesen indokolatlan. Már a hangszer miatt is. De hát mi, hogy érted, hát, hogy indokolatlan? Hát figyelj, szerinted mi milyen indok kéne, vagy... Vagy odaáll előd a fiad, és a következő mondja, édesapám, én mától ebből akarok megélni. Várj egy picit, kisfiam, tudod, és bemész, és mivel verje magyar ezt a trollert, és ilyen lapát kicsi, tudod? Asszony, mi van, ami a lapátnál nagyobb és fáj? A kaukázus juhász? Hozd be! Nem. Ismételd meg, kisfiam? Ebből akarsz megélni? Igen.
tuff. Na és akkor ott van, vagy elengeded a kutyát, igen, vagy hagyod a gyereket. De neked most a lányod együtt játszotok. Igen. Az más? Nem, az is ugyanilyen. Az is ugyanilyen. Nekem mind a két lányom nagyon-nagyon jó érzékű. Nagyon-nagyon jó. Mind a kettő nagyon ügyes. A nagyobbiknak ő akkor mosolyog mindig, amikor táncol. Mert ő néptáncos. Uh-huh. És neki azt tetszik iszonyatosan. És de különben meg ő klasszikus zongorát tanult, gyönyörű muzikális, ő is lassú kezű, mint én vagyok, viszont nagyon súlyos tempója van. Aha. Tehát ez a kajak igazi jó Mississippi tempója van neki, tehát ő úgy játszik Rachmaninovot, hogy minden hangnak súlya van. Aha. És ő belőle nem lesz klasszikus zongorista, mert ő utálja ezeket a versenyhelyzeteket, és a színpadra se szeret így kiállni, aha, mint a húga. A kicsi húga az meg, a Borika az meg olyan tróger, mint mi vagyunk. Megjegyzem, a nagy is, mert a nagy is volt már velünk turnéba, tehát ő is jött velünk dolgozni, és az is 100%-os volt, de a kettő közül nekem a kicsi az, aki az életet is lehet, hogy szeretné majd élni, aha, velünk. És ez pontosan ebből a szempontból pont olyan. Ő neki nem, figyelj, ő neki nem kell semmit se tanítani a zenekarozásból. Aha. Tehát mondta, hogy akar jönni turnéba, mondtam, oké, jöhetsz, hát akkor tudod, a műsor, tanuld meg, rak fel a szólamaidat, tanuld meg hegedűn, amit akarsz, az unik közül. Igen. Vagy és nem volt az, hogy nem volt az a kérdés, hogy de pontosan mondd meg, hogy melyik számban mit csináljuk, érted? Mert akkor ez az egész nincs. Igen. Így mondta, hogy már tudom, oké, jó. És tudod, egy próbát csináltunk turné előtt, minden számba belekaptunk, mindegyikbe énekelt, Lukra énekel szólamot, ugyanúgy, mint a Bíziák meg én. Tehát, hogy látja, tudod, látja a Lukat. Aha. Szinte fizikálisan is, igen, tehát szinte vizuálisan a vokálba, és ezért a hiányzó szólamot énekli mindenbe, tökéletesen szerkezett tudás, csillagos ötös, most nem a gyereket fényezem, persze, hanem hogy ő ebben nőtt bele. Én nálunk az én családomban mindig az volt, hogy ez, figyelj, én muzsikus vagyok, itt ez egy ilyen élet, ez van. Tehát, figyelj, ez, most van egy kép a telefonomon, most találtam meg pont, hogy a két lányom, azt mondja, a Bori az 2 éves, a Luca meg 4,5, és a Tibusznak az erősítője mögött táncolnak a tabámba. Érted? Most akkor erre mit mondjak erre? Hát igen. Érted? A két gyönyörű kislányom volt, ott tolják ezerrel. Ők belenőttek ebbe, mind a ketten tudnak mikrobuszba ülni, tudnak viselkedni, az a nem mindegy. Hát az nem. Mert iszonyú sok tehetség van, és a buszba meg beül, mész vele, azt már Budaörsen kitekered a nyakát, azt kidobod a kútnál, már kirakod a francba. Érted? Ezt nem szabad erőltetni, ezt nem szabad. Ezt, és igazság szerint az van, ha tehetséges, akkor se szabad erőltetni, mert az se számít. Fasz se, basszus. Na, bocsánat, hogy így mondom. De hogy is. Mert az még mindig csak a fele. Igen. Tudod? Mert a tehetség az egy dolog. Az, hogy melózol mellette, és az életet mennyire akarod élni, tudod? Igen. Csak az jöjjön, aki az életet is szeretné élni. Igen. Ezt a fiatalkorunkban nem tudjuk. Ezért vannak a generációs zenekarokban utána a tagcserék. Aha. Mert beindul a macera, jönnek a nehezebb idők, és akkor kiderül, hogy ő nem erre született, viszont odáig hibátlan, tehetséges volt, tolta a szekeret, korrekt volt, arany kolléga volt, irtózatos jó cimbora volt az éjszakában, meg minden, de az ő élete az arról szólt, hogy neki ez a fiatalsága volt. És a felnőtt élete már más lesz. És jön ez a szelekció, én nálam ez nem változott meg. Én így maradtam. Hála jó Istennek. Mindenkit tisztelek, becsülök, dudálok, szirénázok. Én beülök a buszba, május 1-én és takarodok. Megyek muzsikálni. Csókolom. Hát ez egy hülye kérdés, de hát, hogyha valami értelmeset ki tudsz belőle hozni. Egy full diszkós, vagy ilyen zenét hallgató srácot, amire kellett improvizálnod, kellene meggyőzni a népzene szépségéről, akkor, vagy a blues zene szépségéről, vagy a jobb zenéknek a szépségéről, akkor mi lenne az egy szám, amit megmutatnál neki, hogy ezt hallgass meg, gyerek, és akkor tanára. Nem, nincs ilyen. Nincs ilyen? Nincs ilyen. Hát honnan tudnád? Én azt csinálnám, hogy pont nem kezdeném el téríteni, hanem mondanám, hogy menjünk be az éjszakába, bemennénk az éjszakába, és egyik kocsma, másik kocsma, de, és akkor, mint tudom, én ilyen éjfél körül a rácsba lezúzódnék, és akkor ott még kikérnék egy 6 kötőjel 12 unikumot még. És, na, mert az, tehát például az amerikaiakkal jártunk úgy, hogy amikor először itt voltak dolgozni velünk, akkor ugyanígy betámadtunk. Hát ott leszálltak a repülőtérről, aznak volt a lemezbemutató koncert a Műpába. Aha. És Műpa, Csillivili, gyönyörű, tudod, repülő. Persze. Nem voltak még Magyarországon, nem tudták, így nyitottunk, hogy Műpa, tudod, gyönyörű, minden, tudod, mégse tipibe lakunk. Igen, tudod, igen. Nem jurtába lakunk, vagy valami.
Na, és akkor utána, hogy mehetünk a szálláshelyre, tudod, a végén, mondom, nem. Na, és akkor be a Verdába, és be a hétbe éjszaka, le a Rácskertbe, és ott meg éppen erdőfűzenekar, tudod, foggal fölfele, muzsikálás, tudod, teszek ezt a porát, 16-an a színpadon, hangosítás nélkül, 100-an táncolnak a helyen, ahol 20-an férnek be, tudod, teljes UFO, és ott megy a mulatozás, szórakozunk rendeset, hogy 3 óra fele azt mondja nekem a hangmérnök srác, azt mondja, figyelj már, azt mondja, hol van itt a hangosítás? Mondom, azt kérdeztem a külföldi csávó, hogy hol van itt a hangosítás? Itt sehol. És így, tudod, másnap mondta, hogy olyan tökéletesen szólt az egész, hogy olyan tökéletesen arányba szólt, mint hogyha egy falba beépített Bose hangrendszerrel lett volna az egész nagyon profin kihangosítva, mint Japánban. Tehát ott van az, hogy Japánban van az, hogy kimész az auditoriumban a színpadra, és egy darab mikrofon sincs, itt az egész fal, minden meg van csinálva, tudod, szimfonikus zenekarokra, tökéletesen ki van alakítva. Szóval nincs egy darab mikrofon se, és a tökéletes hangosítással megszólal egy szimfonikus zenekar, be van építve. Igen. És én ezt csinálnám. Végdorbézolnék egy éjszakát, és keresnék olyan helyzeteket, lehet elsőre nem is sikerülne, de mit tudom, egy 4-5 éjszak alatt beleesnénk egy-egy ilyen élménybe. Aha. Mert ez meg tudja az embert fordítani. Igen. Mert engem is ez fordított be. Tehát én falnak mentem a négy. Tehát az élet, ez a része. Hát meg az olyan zenei élmény. Muzsikusok vagyunk, tudod. Figyelj, mi a kemény pofonból értünk. Érted, ha valaki lemuzsikálja a számat, akkor az egyből. Többieket mindenkit szeretünk, meg mindenkivel beszélgetünk szívesen, meg blablabla, de hogyha ha valaki lemuzsikálja az arcomat, akkor az azonnal egy más kávéház. Igen. Érted? És én is lementem, mit tudom én, 88-ban lementem Métatáncházba, és 4 óráig egy helybe ültem, és utána egy hétig így mentem át a kereszteződésembe, begörcsölt a nyakam, úgy hallgattam a zenét. Igen. Második alkalommal nem bírtam ki föl, mert a mai napig mesélik, a népzenész haverjaim, azóta mai napig barátok vagyunk, meg együtt muzsikálunk velük, hogy a második alkalom, amikor lementem, hát volt feltűnés, mert vasaltorú veszkó csizma, trapézgatja, a vadkenderes kendő, tudod, ekkora rőzse, minden táncházban tudod akkor. Ott nem variáltam sokat, fogtam magam, és rendesen be voltam karmolva, fogtam magam, és befeküdtem a Bőge és a Brácsa közé, mikor muzsikáltak. Fogtam, fölmentem a színpadra, és odafeküdtem. Mi is ott játszottunk a Józsefvárosiba, tudod, hogy fiatal voltam, teljesen gátlástalan, mert ott szólt az a hang, amit akartam hallani. És valamiért nem csaptak a Bőgővel így a szememre közben, mert nem zavartam én úgy alapból, hanem hallották, hogy elképp iszonyatosan élvezem, és hogy be van akadva. És végighallgattam egy teljes kanyart végighallgattam úgy, hogy innen a Brácsa, pat, pat. És onnan meg a Bőgő, azzal az erővel. Figyelj, hát ilyen, ezek az élmények kellenek ahhoz. Nem is szabad téríteni. Én nem szoktam népzenére téríteni senkit. Tehát tényleg nincs értelme. Az, hogy nekem ennyire beakadt, az egy dolog. De nekem azért akadt be, mert én az élő blues-t keresem mindig. És Hendrix is ezért ekkora titok. Tehát Hendrix is az élő blues muzsika. Tehát az van, hogy akkor nézzük meg, kik muzsikáltak blues-t. Kik voltak topon. A Muddy Waters, Albert King, B.B. King, Stephen King. És Albert Collins. Akkor a nagy gitáros generáció. A nagy gitáros generáció, az első elektromos generáció a beat korszak csúcsán. Tehát azok az emberek, akiket elmondtam, és még szórozzuk meg 16-al a számukat, mert befele végtelen a műfaj. És akkor jön Hendrix, és ezért, mikor nekem sokszor mondják, hogy tőlem nem vagy a régi, szerencsére már nem vagyok a régi, meg ez már nem blues. Mondom, jó, de akkor szerinted Hendrix az blues. Mondom, jó, és akkor mi a véleményed a Lil Wingről, tudod? Mert ott kibúvik a szög a zsákból. Tehát az, hogy mindenki, tehát, na, tisztelet a kivételnek, mert vannak azok a barátaink, akik értik, hogy miről szól belülről a Lil Wing, és tudnak rá muzsikálni. De egy csomóan nem tudnak. A harmónia menetet megtanulják, és utána elkezdenek össze-vissza tücsök, bogár, vendéghangok, kandesz, értetlenség, stb. És tudod, nekem ezt keresem én is, amit Hendrix keresett, az élő blues zenét a mai napig, és én ebbe találom meg. Tehát az, hogy a Purple Haze, Maniac Depression, Lil Wing, Voodoo Child, ez hol tratkó? Érted? És a Hendrix blues, Hendrix az blues. A szabadság a lényege. Az, hogy te Blind Faith dalával tudom mondani, do what you like. Tehát, érted? Gondold, ahogy szeretnéd, testvére. Szerinted a saját számaid közül melyik képvisel téged a legjobban? Most novemberben
megjelent a Rackák az űrbe című lemez, és azon van egy nóta, a Dinom Dánom című Petőfi vers. Uh-huh. És az képvisel engem a legjobban, és ezt a Jankó Miki írta. Ezt halálos komolyan mondom. A Jankó Miki megírta egy olyan nyers Paul Butterfield blues-t, ő egyáltalán, ő nem blues zenész. Nem onnan jön, ahonnan én. Én tudom, hogy én még az ő szemében is az első időkben egy vitatott pasi volt. Tudod? Tehát nem lehet azt mondani, hogy rögtön kurvára szeretett volna engem, vagy valami. Ennek ellenére tizen akárhány éve együtt játszunk, és most már nagyon szeretjük, meg nagyon tiszteljük egymást. Ez elején nem így volt. Aha. És őt a Solti úr ajánlott, egy nagyon komoly tehetségnek tartom, és be is jött, hál' Istennek, tehát ez a kahonozás, meg az a mindenezés. És most erre a lemezre ő írt egy dalt, amiben azt tudom szájharmonikázni, amit ma, aktuálisan a mai nap, akár hanyadika van ma, ezt szeretném szájharmonikázni. Ah. És azt a dalt a Jankó Miki írta. Ez igen. Durva. Marha érdekes. Igen. Az a cím, hogy Dinom Dánom. Hát ez rajta van a lemezen, egy kegyetlen jó nóta egyébként. Azért merem dicsérni, mert nem én írtam. Tudod, hogy az lesz az utolsó koncerted, és többet már nem fog zenélni. És az utolsó szám az mi lenne? Nem tudom, viszont én nekem minden koncert az utolsó. Hát így kell neki menni, és akkor biztos, hogy... Igen. Ja. Szép. Igen. Tehát mindig így megyek ki a színpadra. Hogyha ma, most meghalok, akkor ne azt mondják rólam, hogy kutya voltam. Hát szóval. Nyilván akkor sem mondanám, hogy... Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre, meg nagyon hogy sztorizgattál, de hát ugye taníts egy fikcsit műsor címét. Játszom el a fikcsit? Mutasd. Szívesen. Jó, nagyon szívesen. Mivel készültél? Miért azzal készültél? Hozok magamnak egy pengetőt. Mesélj valamit először a magáról, a dologról. Én mindig blues-t akartam játszani gitáron, meg basszus gitáron is. Aha. És aztán persze utána nyilván ez is nyílogat meg minden, de nálam úgy nyílogat, hogy egyszer a Lovi mondta, mikor a Simon és Garfunkel számról próbálták az öltözőbe, én meg elkezdtem megkísérni rollingba gitáron, tudod? Te mindenből blues csinálsz már meg azt, hogy... De tényleg így van. Yeah. Hogy, hát eljátszom a fikcsit, és aztán utána, vagy hogy? Egy nagyon picit, csak úgy, hogy igen, az a kamera fog... Fele? Igen, mert hogy igen. Megnézem, igen. Hogy az úgy már tökéletes. Lenne a figura. Ez, édur. Igen, édurba. Ez a figura az, hogy nekem mit jelent Hendrix. Aha. Nem, hogy tehát soha az életemben semmit nem muzsikáltam eredetiben. Képtelen voltam rá. Soha nem tudtam levenni egy az egybe semmit. Azonnal mindent a saját képemre formáltam, de már nagyon-nagyon fiatal koromban is. Tehát figyelj, Tibusz. Érted? Ja, ja, ja. Persze, de azonnal a sajátomra. Igen. És... Igen, persze, pontosan. Igen, de a harmadik hangom már B.B. King. Igen. Tehát... Yeah. Hogy nekem mit jelent az az illető előadó, és nekem ez Hendrix. És az eleje, ez is olyan, hogy ezen végig lehet menni, mert ez country zene. Igen. Igen. Igen, viszont... Igen, és akkor az... Igen, és... És ott hogy jutott, hogy... Így igen, jutott, igen. Nem csak ez igen. Van. Nem. Felnyújtás. Én felnyújtással kezdem. Ott az előbb dupla húrókat, igen. Mindenhol beveszem, mindenhol. Aha. Mert nekem, ez jelenti Hendrix nekem. Ja. Aha, úgy. Igen. És aztán onnantól, ahogy te szeretnéd, de én leviszem.
dallamát meg kell, meg... Felről le. Saját, tudod, na ez volt, ezért volt az, hogy én soha nem akartam egy az egybe senkitől megtanulni semmit, mert nem akartam az ő logikáját megtanulni. Én a saját logikámba rögtön belehelyeztem. Rakd be te is, ahogy te szeretnéd. Na, hát mondom én, igen. Ja, nekem... Az igen, így van, pontosan. Ja, igen. Na ezért kortalan Hendrix, ezért kortalan. Tehát, hogy most a fiatal srácoknak, mint például te is, az, hála jó Istennek, igen, de gondolj bele, hogy generációval vagy alattam. Én egyébként képzeld el, hogy én Hendrixet sokáig nem szerettem, és nem értettem, és hát most már nyilván szeretem, mert értem, meg az a féle... zeneiség, igazából az nem jöttett nekem fiatalon, én inkább ilyen jazzes, mit tudom én, miket akartam játszani, meg abban voltam benne nagyon, meg ilyen technikásabb dolgokat. Jó is és most, persze, csak hogy most az utóbbi, mit tudom én, 6-8-10 évben kb. Kezdtem el ezt az egész Hendrix örökséget megérteni és megszeretni. Soha nem tudtam leszedni egyet se. És inkább ezért, te például az van, hogy a Lilywing is, hogy a Lilywinget persze imádja az ember, nyilván igen. Meg az előbb szóba is került itt, hogy inkább megírtam a saját kezdésemet rá, és el tudom kezdeni basszus gitáron és gitáron, és az abszolút tisztelet, de ez a... Inkább érted. De ez egyébként annyira, hát nem is tudom, hogy mondjam, nem vérlázító, hogy így ömlik belőled a blues, meg ezek. Tehát, hogy itt a szobában, nem tudom, de utána 2-kor így tudsz, így, ilyen, tényleg ez a ömlik belőled, és ez hihetetlen. Én annyira imádom ezt, én azért mondom ezt, hogy ez a legnagyobb áldás, hogy kimaradt a pályaválasztási macera. Tudod, nincs. Nem volt. Nem. Imádom. Tehát egyszerűen nem is tudom. Yeah. Érted? Ti járókás nóta. De az is. Yeah. Annyira szeretem. És ez olyan fejem elmegy. Nem tehetek róla. Meg azt, hogy ugye nekem a Pribil Gyuri Isten nyugtassa, iszonyatos sokat tanított nekem. Hát ő a Tibusztól, meg tőle, de úgy, hogy egyik se ült le gitárórázni veled, ja. De meg lehet tanulni tőlük gitározni. Ha te komolyan gondolod, egyszerűen meg lehet tanulni. Hát annyira logikus, annyira különösen másik hangszer után, mikor már azzal a szóval, hogy újrend gyerekkorodban tisztában leszel, tudod, és meglátod ezeket az embereket, embertelen gyakorlással alátámasztott, kimunkált, olyan kultúra van a kézbe, hogy egyszerűen nem igaz, hogy nem tudod megtanulni, hát ez nem igaz. De hogy sokaknak azért kihívás jelent megtanulni. Annyira jó. És ez a kacska, én tudod, ezek a világok, hogy a fekete jönő elkezd egy blues-t, végem van.
Tibusz elkezd egy blues, végem van. Pribő Gyuri is, te nyugtass, elkezdett egy blues, végem igen. van. Igen. Érted? Hát persze. És, hogy ne, hát ez a szép az egészben. Hát ezt muszáj volt megtanulni, hát én nem hallhatok meg úgy, hogy ezt nem tudom csinálni. Ez annyira jó dolog. Elbocsánat. Igen, gyönyörű. Nagyon. Hát meg az Scott Henderson, meg az összes trugát. Ő nekem, fantasztikus. Fantasztikus. Hát olyan varázslás van, meg agyba is. Igen. Meg az Stevie az abszolút tempóval, tehát hogy az egész életműben egy out of time hangot nem hallasz. Egy félre ütött, tehát nem, egy rossz hangot nem hallasz az egész életműbe. Annyira beton, én imádom ezeket az embereket, abszolút muzsikusoknak hívom őket, akiknek minden, tehát a Kepes Robi volt ilyen szintén, a basszusgitáros barátom, hogy abszolút hallás, abszolút tempó. Soha nem volt hamis, és soha nem volt pontatlan. Soha. De soha. Ja, Istenem. Igen, de az, hogy ezt most így túlzásnak hangzik, hogy kimondom, de valóban akik muzsikáltak vele, azok pontosan tudják, hogy ez az igazság, hogy soha nem volt egy rohadt hiba se. Nem tudod elképzelni, hogy ez mekkora élmény volt nekem, Gyuri, hogy eljött, és személyesen hallgathattalak, meg zenélni, meg egyáltalán beszélni, ez most nagyon, nagyon sok időre így el leszek ezzel az élménnyel, úgy gondolom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad a Fitchit. Én köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy ebben a műsorban meghívtál. Ne hülyeskedj, hát abszolút a korona vagy. Nehéz most mit mondani, de ilyenkor ugye, hogyha tetszett a videó, srácok, akkor iratkozzatok föl, köszönöm, hogy támogattok a Patreonon, nézzétek meg Gyurit mindenhol, ahol csak lehet. Támogassátok őt. Kobuciba, bocsánat, csak... Ja, 26-án, júni 26. Júni 26, én biztos, hogy ott leszek. Szezonnyitó bál. Amint lehet, megvegyétek meg a jegyet. Mindegy, nehéz. Köszi szépen mindent, Gyuri. Nagyon köszönöm, nagyon állás vagyok. Köszi szépen, csőzzetek, sziasztok!